Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Benne elsőként védendő építészeti értékeink közül a bakonygyepesi Nagy Boldogasszony templomról láthatnak egy összeállítást. Ajka építészeti örökségei közé tartozik a bakonygyepesi katolikus templom. Mit kell tudni erről az épületről? Azt kell tudni, hogy 105 évvel ezelőtt épült egy neoromán stílusban, és egyértelműen látszik rajta, hogy arra kor jellemző aszimmetrikus kialakítással építették meg. A torony is ezért került nem a főhajó tengelyébe, hanem a bejárathoz képest jobb oldalra tették a torony részét. Tehát egy aszimmetrikus neoromán templomról beszélünk, ami 1910-ben épült. Mi jellemző a homlokzati kialakítására? A neoromán stílus jegyei egyértelműen fellelhetők rajta, a csipkés attika, a tűzfalnak a csipkés lezárása, a főhajónak tengelyében lévő nagy rózsaablak, ez mind-mind a klasszikus románkori jegyeket, de egy kicsit finomított, egy kicsit egyszerűsített formában tartalmazza. Tehát egy picit a neorománnak az átfogalmazása az eredeti román stílushoz képest az egyértelmű jegyeiként fellelhető ezen a templomon. Mi az, ami említésre méltó a belső kialakításában? Az apszis a szép, önmagában az egész belső tér harmonikus lágy kialakítása, azok a bevilágító ablakok által belső térbe érkező fénynek a játék, az mind-mind izgalmas és szép. Én azt gondolom, hogy ez egyik legszebb templomunk. Egyedül a korának köszönhető, hogy még nem lett műemlék, de azt gondolom, hogy idővel azzá fog válni ez a templom is. A templom mellett áll egy emlékszobor Péller Pál Veszprémi apát kanonok emlékére, amely szintén része a városépítészeti örökségének. Mennyire kapcsolódik a templomhoz ez az emlékszobor? Szerves részévé vált az emlékszobor és a templom, tehát összetartozik a kettő, már csak az miatt is, mert a templom építtetője Péller Pál kanonok volt, ugye 1910-ben épült templom, majd rá három évre az emlékmisének, vagy a mise emlékére állították fel ezt a szobrot, és így azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szépen ki tudják egészíteni egymást a templom és a mellette álló szobor. A templom megépítése előtt volt-e a gyepesieknek temploma? Igen, talán azzal kezdeném, hogy a török időben 200 évig gyepes lakatlan volt. 1746-ban kezdték az újratelepítést, és már 1756-ban elkezdtek egy kis templomot, a mai használatban egy kápolnát építeni. Ez 10 méter hosszú és 6,5 méter széles volt, közvetlenül a mai templomunknak a szomszédságába, egy kicsit délre, és kinyúlt az útra is. Ez a templom ugye kicsinek bizonyult, és utána építették 1909-ben a mai templomot. Van ebben a templomban olyan berendezési tárgy, ami a korábbiból származik? Igen. Van a régi templomnak az oltárképe, itt megtalálható a szentélyben, itt az északi falon ábrázol, van ez a kép, ez Mária mennybe vételét ábrázolja. Ugyanis az első templomunk is Nagyboldogasszony tiszteletére volt felszentelve. És ezt az oltárképet 1910-től a Péller család őrizte, majd utána az Árpási Jánosnénál volt, és 2008-ban akkor lett restaurálva, és akkor került ide a mostani helyére, tehát a templomunkba. Mit kell tudni a Nagyboldogasszony templom oltáráról? A Nagyboldogasszony ünnepe, tudjuk, hogy ez augusztus 15-én van. A Mária, tehát a szűzanya mennybe vételét ábrázolja. A mi főoltárunk is ezt ábrázolja, tehát a mostani templomunk is Nagyboldogasszony tiszteletére lett felszentelve. Ha megnézzük az oltárképet, ugye egy dombor műszerűségben a Mária mennybe vétele, illetve amikor ugye felszáll a mennybe, azt mutatja.
Mellette van két angyal, az egyik liliomot tart a kezében, ez a szűzi tisztaságnak a jelképe, a másik angyal pedig egy rózsakoszorút, ez pedig a dicsőséget, a megdicsőülést jelképezi. Na most, hogyha jövünk lejjebb, akkor ahogy a középen a tabernákulumot látjuk, itt őrizzük az oltári szentséget. A két oldalán, a tabernákulumnál a két oldalán van két kis domborműszerű kép. Az egyik az angyali üdvözletet, tehát az északi felén, ami van, az angyali üdvözlet. Tehát ábrázolja, amikor Gábor arkangyal megjelent Szűzanyának, és hírű adta, hogy Jézus fogantatását. A déli oldalon ott pedig Mária meglátogatja Erzsébetet, ezt a képet, ezt ábrázolja. Na most, ha megnézzük még a főoltárt, két szentet is látunk a déli részen. Szent Flóriánnak a szobra található. Azt tudjuk, a Szent Flórián a tűzoltók védőszentje. Az északi felén ott pedig Szent Vendelnek a szobra látható. Szent Vendel egy skót herceg volt, de megunta az hercegi léha életet, és elszökött a hercegi udvarból, pusztába menekült, és ott töltötte az idejét, de azt a környékbeli pásztorok, földművesek gyakran látogatták, a beteg állataikat odavitték hozzá, hogy áldja meg őket. Tehát így ő végül is ugye a földműveseknek a védőszentje lett. Hát ez a két szentnek a nem csak ugye a mi templomunkban, általában nagyon sok templomban megtalálható, mert ez nagyon is kapcsolódik a mindennapi élethez, ugye ott, ahol földműveléssel foglalkoznak, hogy eleve ugye tehát a Szent Vendel tisztelete és tűz, pláne ugye a régebbi időszakban nagyon gyakori volt, azért meg ugye a Szent Flóriánnak a szobrát ábrázolják, hogy tudjanak hozzá imádkozni. Milyen történet fűződik a mellékoltárhoz? A mellékoltárunk, ez 2000 óta, vagy 1997 óta van itt, egy bakonygyepesi születésű, Sopronban élő Bognár Gábor nevezett embertől kaptuk. Ő a domonkosoknál tanult Sopronban, ott voltam egy kis kápolnában, és ugye oda szoktak járni, imádkozni, és az idők folyamán ugye a julináum az megszűnt, és ez a mellék, tehát ez az oltár, ami most nekünk a mellékoltárunk, ez egy raktárba került, a Gábor végül aztán Sopronba került, most is ott él, és ő ezt fölkutatta, és akkor ő felújítatta, és küldte el, illetve hozta el ide, ajándékozta a gyepesi templomnak. Egy kőtábla is látható a templom falán Péller Pál nevével, illetve a róla készült fotó is megtalálható a sekrestjében. Ki volt Péller Pál? Péller Pál egy gyepesi születésű pap volt. Ő építette ezt a templomot. 1909-ben kért engedélyt a veszprémi püspöktől, akkor Báró Hornin Károly volt a püspök, akinek ő jó barátja volt, és kért engedélyt egy új templom építésére. Az engedélyt megkapta, és 1910. augusztus 15-én már felszentelték a templomot. A halálakor, tehát halála után őnek ugye az volt a kérése, hogy itt a gyepesi templomba temessék el, hát itt is van eltemetve, itt a szentélybe, itt fölötte van ez az emléktábla. Milyen tárgyaknak ismerjük még a történetét ebben a templomban?
ami kezdettől fogva, tehát 1910-től itt van ezzel, ebben a templomban, ezzel kezdeném. Itt mellettünk itt a szószék, ez is 1910-ből való, egy nagyon szép, kivitelű, baldakinos elrendezésű, tehát kétrészes szószékről van szó. Oldalán a négy evangélistának a képe, a jelképeikkel együtt látható. Következő berendezések, ha megnézzük itt a padokat, ezek is mind 1910-ből valók, tehát ezek is eredetiek, tehát most már több mint 100 évesek a padjaink is. A hátsó részen ott van egy kis talán egy háromszemélyes kis pad, ennek is külön története van. A gyefesi templom építésekor itt egy földbirtokos, Báró Pásztori Imréné lakott, itt a plébánia épület mögött itt volt a kastélya, és ő adományozott a templom részére az ő parkjából egy területet, és ugye ennek a tiszteletére, illetve ezért őnek egy olyan kiváltságos helye volt itt a régebben, a szentélyben, itt az északi falon, falnál ott volt elhelyezve ez a pad, és ő ott szokott a misék alatt helyet foglalni. Tehát az is még az 1910-ből való. Még 1910-ből való berendezésünk az orgona, a kóruson található. Hát ez is ugye többszöri felújítás után, de működőképes, itt orgonál most is a kántor, úgyhogy jó ez a berendezés. Hát, tehát ezek voltak az eredeti berendezések. A többi berendezések, képek, szobrok, azok később kerültek ide, de mindegyik valamihez kötődik, vagy hálából adták, vagy ugye a nép összefogott, hogy színesebbé tegye a templomot. Általában a legtöbbje még tehát 1950 előtti időszakra tehető ezeknek a szobroknak az ide hozatala. Mit ábrázolnak a templom plafonján látható freskók? A hét szentségnek a megjelenített képi formái. A hét szentség, az első a keresztség, második a bérmálás, harmadik az oltári szentség, negyedik a bűnbánat szentség, ötödik az utolsó kenet, vagy a mai használattal a betegek szentsége, hatodik az egyházi rend, és hetedik a házasság. Ahogy említettem, tehát ezeknek a szentségeknek a képi megjelenítése. Tehát a magára szentségre utaló képek, illetve berendezések, tárgyak vannak ezeken a képeken. Nagyon jó állapotban van az épület. Mikor tatarozták? Hát a legutolsó tatarozás 2008-ban volt, de ekkor nagyon nagy munkába voltunk. A háború alatt a tetőszerkezet, a templomnak a tetőszerkezete nagyon megrongálódott, ugyanis itt éles harcok voltak. A németek itt voltak Gyepes községben, még Gyepes határain, az oroszok pedig Polány felé akartak bejönni, a 8-as útra akartak kimenni, hogy elvágják a németek visszavonulását. És másfél napon keresztül szinte állandó lövöldözés volt. Végül is az orosz csapatok akkor nem tudtak bejönni az első támadáskor ide, de viszont a legtöbbet ugye a templom szenvedett. A tornyot szétlőtték, és magának a templomnak a tetőszerkezete az is nagyon megrongálódott. A felújításhoz ugye nagyon sok pénzre volt szükség, a tetőszerkezetet úgy kipótolták, a fát ugye ahova kellett tettek, de végül nem lett ugye lecserélve. Na most
2008-ban történt meg, akkor teljes egészében leszették a tehát le lett bontva, új faanyag lett, falak meg lettek erősítve, új cserépszerrendszer lett alakítva, tehát ez akkor 2008-ban történt. Na most 2008-ban még a templomnak a belső festését is elvégeztettük, illetve a toronynak a bádogos festését. Na most hozzá kell tenni ehhez, mert ez valóban így volt, hogy az áldozat, a híveknek az áldozata nagyon nagy volt, az anyagi áldozatuk, mert itt Gyepesen nagyon sok pénzt, 9 millió forintot tudtuk összegyűjteni az adományokból, és már ez bizony a teljes, amiket itt elmondtam, olyan 16 millió forintba került. Úgyhogy aztán itt sikerült megoldanunk. 2010-ben volt a templom felszentelésének a 100. évfordulója, és ennek a tiszteletére a külső, a templom külső felújítását is elvégeztük. Milyen történet fűződik a templom mellett álló Szent Háromság szoborhoz? A Szent Háromság szobrot 1913-ban a bakonygyepesi hívek építették. A már említett Péler Pál kanonok úr 50. évfordulós miséjének az emlékére építették a gyepesi hívek. Ha megnézzük, ugye fent a tetején ott van a három isteni személy, mert ugye a Szent Háromságról annyit tudni kell, hogy egy Isten van, és abban három személy, ugye az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Na most ott a három isteni személy van ábrázolva, az Atya egy gömbbel, ugye, ahogy ő teremtette a világot, tehát a földet, meg a világot, ezt jelképezi. A másik személy Jézus, ő a kereszttel látható, ő hozzáfűződik ugye a megváltás, tehát ő megváltotta a világot. És a harmadik a Szentlélek, ő galamb képében látható, ő pedig megszentelte a világot. Tehát így van a Szent Háromság egység végül is. Na most, hogyha jövünk lefelé, akkor és itt is látunk még szobrokat, az egyik Szent István szobor, ugye koronával, meg a fején, középen a Szűz Mária szobra van, és a másik oldalszobor pedig Szent Imre hercegnek a szobra, ő liliummal a kezében, ő ugye a tisztaságnak a jelképe. Alul van még egy szem végül is, ábrázol, az pedig azt jelenti, hogy az Isten szeme tehát mindenhova lát, úgyhogy van is ugye ilyen közmondás, hogy Isten szeme mindent lát, hát ugye ezt elképezi végül is. Na most alul van egy márvány tábla, a márvány tábla végül ugye azt írja le, hogy a bakonygyepesi hívek emeltették a falu legnagyobb jótevője Péler Pál kanonok úr aranymiséjének az emlékére.